Egy kiállításról fogunk beszélgetni a következő percekben, és általában itt nálunk ugye megszokhatták a nézők, hogyha bármilyen kiállítás, akkor abból bemutatunk valami kis darabot. Hát most itt nincsen semmi, és nem méretem, ezt nem várhattuk el, hogy hozzanak most a kiállításból, ugyanis kódexek kiállításáról fogunk beszélgetni, annak meg olyan értéke van, amit nyilvánvalóan nem lehet kihozni. Zsupán Edina a vendégünk, a kiállításnak a kurátora, és a Korvina Könyvtár Budai Műhelye című kiállítást nyílt meg az Országos Széchenyi Könyvtárban. Mit lehet tudni erről a kiállításról? Kezdjét csokolom, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy nagyszabású, pompás, rendkívül látványos Korvina kiállítást láthatunk most a Széchenyi Könyvtárban, ahol megtekinthető együtt az 50 Magyarországon őrzött Korvina. Egy egészen különleges és exkluzív tárlatról van szó. Külföldről is számos díszkódexet kölcsönöztünk most a kiállítás időszakára. Közel 2 éves munkánkba került, hogy számos különleges darabot elhozzunk most. És jól tudom, hogy van olyan különleges darab, amelyről korábban azt hitték, hogy itáliai, tehát olasz, aztán hirtelen kiderült, hogy budapesti? Igen, van néhány ilyen nagy szerzeménye a budai műhelynek. Illetve budai valószínűleg akkor még nem volt Budapest, ugye? Igen. Például egy történeti munka Magyarország történelméről, Pietro Ranzano, itáliai humanistának a munkája. Eddig azt hitték róla, hogy Nápolyban készült, de közben kiderült, hogy nem, ez a budai műhelynek a munkája. Számos ilyen érdekesség van még a kiállításon. Mennyire kell vigyázni ezekre a könyvekre? Én legutóbb egy olyan föld alatti trezorból kihozott könyvet, a trianoni békediktátum egyetlen eredeti példányát néztem meg, ahol hozzá sem érhettem, csak ilyen, ahogy látjuk itt fehér kesztyűben, biztonsági őrök között lapozgatták, és tisztes távolságból lehetett figyelni, azért én egy picit hozzáértem, már csak azért is. Szóval, hogy mennyire kell ezekre figyelni, például a papír minőségére, például arra, hogy mi a páratartalom, tehát, hogy egy kicsi kulisszatitokba be tud minket avatni, hogyan kell szállítani, hogy kell őrizni. Igen, természetesen ezek is hasonló kategóriát képeznek. Távolról lehet őket nézni, üveg mögött, fehér kesztyűvel lapozgatni. Körülbelül 50%-os páratartalmat kedvelnek, 20%-os hőmérsékletet, és nagyon féltett módon trezorokban őrzik őket. A szállításuk is nagyon különleges, speciális, vagy hűtött kamionban, vagy hűtött ládákban, nagyon szigorú biztonsági felügyelettel mozoghatnak csak ezek a darabok. Tehát akkor magyarul, aki ellátog, a gyönyörűséges dolgot láthat, de csak messziről, tehát arra nincsen esélyem, hogy megfogjam a papírt, hogy magamba szívjam az illatát. Ebben az esetben nincsen, de most először a kódex kiállításaink történetében képernyőkön különleges összeállításokat lehet látni, bepillanthatnak a látogatók a kódexek belsejébe is, és a belső szépségekben is gyönyörködhetnek. Ez egészen gyönyörű, meg magával ragadó. Az is, amit a képernyőn látunk, hogy mindenkit biztatunk, hogy menjen el, segítsen nekem akkor, amikor egy 15. századi ilyen kiadványt lát és beleolvas, érti? Tehát az, annyira érdekes látni azt, hogy a magyar nyelv talán hogyan változott annak idején, hogy érthető mondatok vannak benne? Megértenénk a tartalmát? A korszakban kezdődik a magyar nyelvűség, ez valóban így van, viszont ezek a kódexek még latinul és görögül íródtak, és az természetesen jól érthető, igen. Lefordítottam néhány részletet a kódexekből kifejezetten a kiállítás számára. Ezeket hanganyagként lehet hallgatni a kiállításban, például arról, hogy Mátyás bécsi diadalmenetében, ez nagyon érdekes tudósítást is meghallgathatunk a kiállításon, kik vettek részt, hol ült a királyné, tehát egy társasági rovatszerű beszámolót is egy lehet meghallgatni. Akkori modern újságja gyakorlatilag lenyomata? Inkább, igen, tehát az újság, mint maga, az még akkoriban talán újság, nem létezett. Beszámoló, így van, tulajdonképpen igen. Igen, tehát valahol el kellett ezeket az információkat helyezni. Ha már tűzkorán kérdezett a nyelvre, tényleg nekem is eszembe jutott egy kérdés. Ugye ezek valóban még nagyrészt, vagy szinte kizárólag latin nyelven íródtak. A latin lévén holt nyelv az tényleg nem változik? Ugye minden nyelv törvényszerűen változik, ahogyan használjuk. Az akkori latin ugyanaz a latin, mint amit ma tanulunk. Egyébként ez tényleg egyáltalán nem változott ez a nyelv? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Van a klasszikus latin, az ókori rómaiaknak a latinsága. A humanisták éppen arra törekszenek a reneszánszban, hogy ezt a latint támasszák föl. A középkorban megváltozott. A középkorban
átalakul, megszületnek az új latin nyelvek, és maga a latin, a rómaiaknak a latinja, az holt nyelvé válik, viszont a hátterében a beszélt nyelvek hatnak az eredeti latinnak a struktúrájára is, és éppen ezért más a középkori latin, mint az ókori latin, egy picit egyszerűbb egyébként. Edina, még egy kis kulisszatitok, hogyha ezt kézzel írták, hát egyrészt hogyan javították, ha elrontottak egy betűt, kettő, meddig készült ez a könyv, honnan jött az alapanyag, a papírt, hogyan fűzték össze, meséljen nekem egy picit erről. Igen, nagyon, tehát ha egy tekintélyes darabbal van dolgunk, az körülbelül egy évig született, hogyha felosztották a munkát, akkor talán hamarabb is elkészült. Bocsánat, mi volt a jellemzőbb? Egy ember írt végig egy könyvet, vagy többen? Inkább egy és ember. És ő maga írta, vagy valaki diktálta neki, vagy egy team munka eredménye volt? Egy másolat, egy előképről másolták. Tehát mi történt, ha valaki elrontott valamit? Igen, voltak kések, amikkel szépen a tintát ki lehetett vakarni. Az akkori radír. Igen, az akkori radír, így van, és újra lehetett írni, de persze ezek a kódexek, vannak bennük másolási hibák, szóval azt hiszem, kezdem plázba jönni, de abszolút, meg tudja a szakértő mondani egy kódex egy betűjéről, hogy az rontott volt, és ez egy javított betű? Meg tudja mondani, igen. Picit kezd érdekelni. igen. Látszik is, tehát azért... De jó lenne ezért. És ezeket ugyanúgy, tehát például a torinói leperről, ugye folyamatos vatikáni vizsgálatok vannak, eredeti, nem eredeti, hamisítvány, nem, eredeti, nem, eredeti. Tehát, hogy ezeknél például meg lehet... Tehát a modern technikával tudna valaki egy olyan kódexet hamisítani, amivel átverné a szakértőket? Hát, nem kizárt. Egyik munkával. Neki feszülsz? Nem. Igen, az egyik kollégánk, egy könyvkötő aranyozó, Molnár István elkészített eredeti technikával egy gyönyörű szép kódex oldalt. Ebből készült egy film egyébként, amit a kiállításunkon meg lehet nézni, és ki van állítva ez a kódex oldal, amelynek az eredetiét pedig a kiállításban mutatjuk meg. Szóval, ha valaki elég ügyes, akkor akár még lehet is. Hát szerintem, aki eddig azt gondolta, hogy a kódexek világa az ilyen avidporos világ, hát ha valaki kedvet csinált, szerintem mi az önkéntelen lelkesedésünk. Mindent megtettünk, de annyiban megértéssel lesz, hogy itt beszéltünk Munkácsi kiállításról, Zsolnai kiállításról, mindenről, és pontosan tudom azt, hogy van olyan, hogy eszmei érték, de meg lehet azt határozni, hogy egy ilyennek van-e értéke? Tehát nem tudom, hogy ezek kalapács alá valaha az életben kerülnek-e, vannak-e aukción, hogy mibe kerül egy ilyen kódex? Igen, most már nem kerül aukcióra, Korvinák, Magyarország számára felbecsülhetetlen az értékük. Viszonyítási alapként tudom mondani, hogy ma a világban egy-egy Korvinának a biztosítási értéke az 2 és 8 millió euró között mozog, tehát nagyon értékes kéziratokról van. Akkor szó szerint tudjuk azt mondani, hogy egy nagyon értékes kiállítás, és akkor csatlakozz nyugodtan, mikor, hol, így van, és akkor valóban meddig láthatják még az érdeklődők? És február 9-ig az Országos Széchenyi Könyvtárban 2-től szombatig és 9-től 6-ig. Menjenek, mindannyian elmegyünk? Menjünk. Szívből gratulálunk, ez nagyon nagy munka lehetett, és hát nagyon nagy örömet fog okozni a Korvinák, kódexek és könyvek szerelmeseinek. Köszönjük szépen, hogy itt voltunk. Köszönöm szépen.